kedves barátaim, amikor kezembe vettem a kéziratot, még volt szerencsém a kéziratot megkapni Varga Gábor barátomtól, akkor a kezem többet nem engedte el. Végig kellett olvasnom, és utána hamarjával a következő pár gondolatot vetettem papírra. A papír itt van eredetileg a kezemben. A drámát nem lehet meghatottság nélkül olvasni. Jankó Laura itt legbelül nem csupán tudja, hanem érzi népe árvaságát, mindmáig kiszolgáltatottságát. A történelemben ma sem, sohasem lehetünk nagyvonalúak. A legkisebb részletek az egészre, a teljesre utalnak arra, hogy miből mi következhet. A csánkó magyarság a legérzékenyebben tudja ezt, tehát egy olyan jeles költő, Isten adta tehetség, mint Jankó Laura, aki e népből szakadt a nemzet lelki ismeretére ma, a 21. században, nem poétikus, drámai érzékét akarja fehér papírra rajzolni, hanem azt az ügyet, amit csángó drámának nevezünk, kemény, szolíd vonalakkal drámaként ábrázolni. A dráma lélektani dokumentum és keserből, reményből, hitből megörökített igazság. Bibliai drámákhoz hasonlítanám tömörségével, transzcendens egységével és gyönyörű poézisével. Ahogy a Lakatos Demeter az Ómagyar Mária síralom nyelvén esdekel csángó magyar testvéreinkért, Jankó Laura sok archaizmussal, költői erővel, szívvel, olykor 19. századira emlékeztető nyelvi, lélektani beleérzéssel, meggyőződéssel mondja el drámai énekét a 21. századi magyarságnak, panaszol is és kérlel, hát ha meghallja még a magyarság. Én így érzem. És amikor letettem a könyvet és zenét kerestem, most kivételesen nem a csángó népzenéhez fordultam, hanem lehet, hogy egy gondviselésszerű dolog volt, életemben először hallottam Rachmaninovnak a sokáig elrejtett és letagadott művét, a Harangokat, amelyet Edgar Allan Poe versére komponált, és amelynek harangjai a legkülönbözőképpen szólalnak meg. Tudjuk, hogy megszólal az ünnepi harang, megszólal az aranyharang, de megszólal a végén a kemény vasharang is. A csendes éjjelen borzadunk, ha hirtelen, mint egy néma jóslat kél a vad harang moraj, mert minden hang, mely ömöl a rozsdás torok mögül egy sóhaj, s a harangozók csapatja, amely fenn a tornyot lakja, e raj, mely nagy érc nyelvet lendítve, mondón zenére csal, s ember szívre hengerítve köveket, kell kedve, jaj. Kedves barátaim, ezek a sorok a Póversből szólalnak meg a vasharang hangján, és óhatatlanul megint erre a drámára gondoltam, és mivel foglalkoztam dráma elmélettel is, nekem Bécsi Lászlónak a dráma elméleti kötete jutott eszembe hirtelen, mert talán a legegyszerűbben fogalmazza meg a drámáknak a különböző fajtáját, és ő háromféle típusba sorolja általában, ami eddig a dráma irodalomban megjelent, persze ezt lehet árnyalni, és tudjuk, hogy nagyon sok dráma elmélet van. Ez a három pedig az úgynevezett konfliktusos dráma, gondoljunk a Bánbánra, a középpontos dráma, amin ő Ibsennek például a Pergüntje, és a harmadik pedig a kétszintes dráma. A középpontos dráma az annyiban középpontos, hogy mindig egy hős van a középpontban, rá vonatkozik minden, ahogy a Pergüntben is olvassuk és halljuk, a színpadon figyeljük.
A kétszintes dráma pedig az evilági valóságnak és egy magasabb rendű eszmeiségnek a szintézise. Huizinga azt mondaná, hogy talán egy kettőnek a közösségéből valósítható meg valamiféle harmónia, tökéletes sohasem, de a kettőnek nem szabad eltávozniuk egymástól úgy, hogy az egyik agyon csapja a másikat. Jankó Laurának a költészetét én ismerem bizonyára önök is sokan, a maga tömörségével, sokszor egy-egy mondatos, hihetetlen sok gondolatot összefüggő, mint egy hermetista költő fogalmaz népének a sajátságos gondolkodása, mélysége és az ő hihetetlen tehetsége. És hogyha ezt a könyvet a kezünkbe veszük, akkor ezzel a kétszintességgel itt is találkozunk. Nagyon jó találó ez a bizonyos címlap. A keresztövében fölfelé imádkozó Mária arc, a földi lény, aki fölfelé néz. A kettő kapcsolata, amelyben mindig ott van a szenvedés, ott van az öröm, ott van a fájdalom, ott van a vigasztalás, és mindig ott van az a mélységes hit, amely ennek a drámának is egy sajátságos, mondjuk így, hogy központi mondani valója. Kedves barátaim, a drámát, ha nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy kétszintes dráma és ugyanakkor középpontos dráma is. Itt minden Petrás Ince Jánosra utal, mindig ő van a középpontban, a Pampiliuktól kezdve a különböző spiclikig mindenki ráfigyel, mindent ráirányít, és ő mindig úgy van jelen, hogy egy fejjel kimagaslik ebből a közösségből. Tehát az etikai magasrendűségével, etikai tartásával, etikai magatartásával, amelyről itt már ma, hál' Istennek, nagyon sokat hallottunk. Jankó Laura észreveszi ennek az embernek a belső tragédiáját, azt a belső tragédiát, amit végül is a kétszintesség úgy jellemez, hogy egyszer kimondja, hogy a mi történetünk néhány évtized mindössze a történelem istené, a másik pedig, kedves barátaim, ami itt elhangzott az illusztrációnak a leges legvégén, amikor azt mondja, ugye a drámaíró, hogy végül is Petrás Incének a, mondjuk így, hogy a sajátságos gondolkodását és belső vívódását, mint egy megnyugtatóan zárja le a mondani valóját, hogy vétkeimet is kiverték a fejemből. Hozzáfogni is nehéz ekkora dologhoz. Segíts emlékezni, Istenem, mit is vétettem. Egy zseniális drámai befejezés. Hihetetlen modern. Tessék tovább gondolni ezt a kérdést. És tessék magunkra vonatkoztatni. Ki tudom-e mondani a bűneimet, vagy nem akarom kimondani? Csak ilyen őszintén föltárja önmagát, és ebben a gondolatszférában, amit említettem, belehelyezi önmagát, hát az nem tud hazudni. Képtelen hazudni. Jankó Laura ezt is észreveszi, hogy ennek az embernek olyan hihetetlen magas etikai tartása van, amit bizony a szentekre jellemzően lehet csak mondani. Nagy szenvedőkre, nagy meditálókra, mondjuk így, hogy sokszor a látomásoknak a megélőire, a misztikusokra, és mindazokra az egyszerű emberekre, én is ismertem falusit olyat, akinek négy elemije volt, ahogy mondták akkor édesanyám, van neki két elemije, meg egy tánciskolája, és élete végére olyan magas etikai szférába emelkedett, hogy a plébános bámulta, és odahívott, azt mondja, beszélj az Erzsi nénivel, mondd neked bölcsességeket. És nem tudta senki, hogy amikor meghalt, négy falunak a közössége névótott a sírjánál. Nem fértek el a temetőbe. Kiderült, hogy úgy csinálta a dolgait, ahogy a Jankó Laura is megírja itt Petrás Ince Jánosra vonatkoztatva, hogy nem csak mondtam, hittem, hanem tettem is azt, amit vallok és teszek.
És ha most egy kicsit a dráma jellemzésbe csak egy pici türelmet kérek, belemegyünk, akkor úgynevezett kronológiai jeleneteket formál, és azon belül még, vagy egységeket, és azon belül különböző jeleneteket. Hát kérem szépen, rendkívül izgalmas maga az első, T.S. Eliotnak a gyilkosság a Székesegyházban drámájára gondolok, amikor az első jelenetben ott a legkülönbözőbb hangok megszólalnak. Azok nem mások, mint a Petrás Ince Jánosnak a hangjai, a lelkiismereti megszólításai, vállalja vagy ne vállalja. Menjen vagy ne menjen. És ezek a hangok aztán a végén megint visszatérnek egy másik jelenetbe, amikor majd hallja a kedves szolga, vagy a segédkántor, akit vallatnak, hogy számoljon be Petrás Incének a ténykedéseiről, miféle jelentéseket küldött az akadémiának és egyáltalán Magyarországnak, a Lanyaországnak, és hát ő nem beszél, de hallja a hangokat és látja maga előtt a bötüket, amiket ő elküldött Petrás Ince, és ő is tudott erről, és tudja, és mondja magába, és nem mond mégse egy szót se, csak Petrás Incét dicséri, védi a végtelenségig. Tehát ezek a különös hangmegszólalások, amelyek mondjuk a modern dráma irodalomban nem csak érjük óta, hanem korábban is már tapasztalható, tehát amikor az ember lelkiismerete szólal meg, és drámai jelenetekben nagyon sokszor ez így van, hát az előtte utalok, akkor tessenek megfigyelni majd ott a végén, amikor a saját hangját hallja, a kísértő hangokat, maga az érsek, hogy most itt vállalja a vértanúságot, vagy ne vállalja. A másik nagyon izgalmas kérdés itt az első jelenetnél, az 1836-os dátumnál, az a sajátságos mozzanat, amikor, kérem szépen, ugye megszólalnak ezek a hangok, és mint egy görög karddal csokor Eliotnál megint. Tehát egy kicsit, mintha ő visszanyúlna a görög drámaírókhoz, és nagyon jó teszi, ha ezt csinálja, mert megint csak dúsítani tudja, azt a cselekménnyel egyáltalán nincs megtűzdelve ez a dráma. Tehát ezt a cselekvés nélküli cselekvést, ezt a belső drámát, ezt a belső mozgást, amely megszólal az ember lelkéből is, és megszólal onnan kívülről is. Csak egy vallatásra tessenek gondolni, hát sokakat megkínoztak, akár 56-ban vagy később, tényleg olyan hősöket, akik nem nyilatkoztak. De hallotta és utólag elmondta, hogy közben ő mit mondott és mit hallott. De nem mondta ki. Tehát ezek a hihetetlen belső feszültséggel rendelkező jelenetek. Hát roppant izgalmas az 1841-es, ami a drámának a egyes év, 1841-ből, amikor ugye ott már megjelenik maga Döbrentei Gábor is, és ez az egész nagy jelenet, hát ugye sok olyan apró részletre tagozódik, ami aztán később úgy folytatódik, hogy a borszéki jelenet. Tehát Klézséről 41-ből, Klézséről Borszékre 1841-ben. És hát itt hangzanak el ezek a kérdések, amelyekről szó volt a Döbrentei féle 38 pont, amit Jankó Laura nagyon ügyesen épít be, nem egy csokorba, hanem elosztva, a drámai pillanatokhoz megfelelően igazítva. Roppantul izgalmas és számomra egy óriási dolog volt, amikor felfedeztem azt a lírai epizódot, ami nem más ott, mint a népdaloknak a fölidézése. Mint egy a népdalok hangja szólalott meg, versezetbe szedve, és mond valamit arra a kérdésre, vagy megállapításra, ami már elhangzott, előzőleg szentül napom szép ragyogva, maradt szívem szomorogva, egész napom úgy telik el, miképp felhő úgy halad el, és akkor egyik asszony kérdi, nem még jő lesz haza egyszer a páter ockánk, a másik asszony ének szóval azt veli, ha elmész, én azt sem bánom, szerelmedben úgy sincs hasznom, ha visszajössz, visszavárlak, szívembe esmék bezárlak. Megint a görög kardaloknak egy csodálatos szép lírai játéka, és a harmadik asszony arra intja a fehér népeket, hogy inkább isteres énekeket fújjanak, hogy Isten ki a magasságban lakozik,
visszarendelje hozzánk János Páterkát Erdélyből. Tehát szellemesen, hihetetlen könnyedén, de ugyanakkor mondom, nagy drámai örökségeket formálva és továbbvéve teszi elénk mindazokat a gondolatokat, amelyet egy költő és egy drámaíró mondhat, aki nagyszerűen ismeri népe történetét, hát hallottuk az előadását, beleépítve az orosz-török háborút, ugye 1877-78-as időt, visszautalva 1848-ra, tehát végül is nála a történelem, a személy belső élete, a konfliktusoknak ilyen belső játéka, hogy így mondjam, idézőjelben a játékát, de itt olyan könnyebbnek tűnik sokszor, csak mindig egy-egy csattanónál, egy-egy mondandónál, sokszor szellemesen döbben rá az ember, hogy itt egy hihetetlen nagy életismeretről van szó. Nem tudom, Jankó Laura honnan tudja ennyire a csángóságot, de hihetetlenül tudja. Elképesztően tudja. Ezt kérem szépen a 21. századnak, most nem mondok nagyot, egyik legszebb drámája lesz, figyeljék meg. Örülnék, ha Eger Színháza erre vállalkoznék, hogy a itt tanuló egykori nemzeti nagyságot így vinné színpadra közönség elé, hogy ezt a drámát bemutatná. Meg lehet rendezni, hiszen hihetetlen effektusok és lehetőségek vannak. A lélektani kérdéseket ma már meg lehet oldani nagyon, nagyon is egyszerűen és egyértelműen. De ezzel a csodálatos nyelvvel a cselekménynek egy ilyen sajátságos előrelendítő erejével, mert 1841-től mondjuk így, hogy a fürdői találkozástól, ugye Döbrenteivel való találkozás, és aztán jönnek a többiek, itt az idegen is megjelenik, újra megjelenik az idegen, mindig megjelenik egy idegen, hogy fokozza ugye ezt a bizonyos kegyetlen, mondjuk így, hogy belső drámai viadalt, amikor ilyeneket mond, hogy hagyják a csángók sorsát beteljesedni, sorsuk épp olyan, mint a haldoklásig földhöz vert emberé, ki szédítő kínja után föleszmél és tovább tántorok, hogy nagyobb kínok között halljon meg. Ugye ez az idegen, ez egy, így mondanánk, hogy szegus. Vagy így mondjuk, hogy spicli. Aki aztán elkezdi gyóntatni, vallatni ugye ezt a szerencsétlen hát segédkántort, és a végén megveri, tetlegességre is kerül sor. Tehát mindenképpen ki akarja húzni belőle, hogy ez a Petrács, ez ugye egy gazember. Mondd ki, hogy ez egy áruló, mert a magyar, aki a magyar nyelvet, és aki a belső hitét így sugározza, és még hisz abba, hogy majd lesz itt csángó föltámadását, kérem szépen az. És sajnos itt megkapja magáét mindenki, hát azért mondom, hogy sajnos, mert meg kell mondanom, Rómát se tudom fölmenteni ez alól a kérdés alól, és nem lehet felmondani, kérem szépen, az akkori magyar püspököket sem, és még nagyon sokakat Magyarországon, akik nem maga Petrás itt a drámával elmondja, hogy mi tudunk magunkon segíteni. Kérem szépen, most már befejezem rögtön csak egy pillanat, én annyit akartam még hozzáfűzni, hogy amennyiben olvassák és tanulmányozzák, és a mai dráma irodalomban egy kicsit úgy elmélyülnek, akkor rájönnek, hogy itt egy nagyon is előrelendítő cselekményében, nagyon is mozgalmas műről van szó, amelyet mondatonként érdemes elemezni, érdemes mondatokat megtanulni, sokszor, mintha a Bibliát olvasnám, édes uraim. Máté evangéliumának az egyszerű mondatai, tele azzal a mélységgel, amit az Isten értesse és áldja meg ezt a nagyon tehetséges fiatal költőt, azt hiszem a magyar irodalomnak az egyik gyöngyszeme már most. Kedves barátom!